Hősies mentési munka zajlik a földrengés sújtotta területeken, Szíriában a magyar-máltai szeretett szolgálat, Törökországon pedig 7-8 vagy lehet, hogy már 9 magyar kutató mentőegység is dolgozik, mindjárt megtudjuk a pontos számokat, természetesen nemzetközi csapatokkal, alakulatokkal karöltve. A helyszínről jelentkezik most Novák András, az ATV külpolitikai tudósítója. Szia András, szeretettel üdvözöllek! Szia, Szandi, figyelj, nagyon kemény a helyzet, Gaziantep városában vagyok. Uh-huh. Ugye három nagyváros között volt a földrengés epicentrum, ez Hatay, Adana és Gaziantep. Mindenhova, ahova megyünk, és amit látni, az tényleg ilyen apokaliptikus és ledölt házak, síró emberek, remegő emberek, hiszen nincs hol aludniuk. Hát nagyjából 23 millió embert érintett ez a földrengés. Ugye hétfő hajnali 2-kor itteni idő szerint, és utána hétfő délben volt egy második, mind a kettő 7 és fél fölötti földrengés volt. Ugye kevesebbet beszélünk Szíriáról, szerintem ez nagyon-nagyon igazságtalan. Ott is legalább 7-8 ezer az áldozatok száma. Itt Törökországban olyan 14 ezer, tehát összesen olyan 21-22 ezer, de ez percről percre változik. Ahogy kimondtam, ugye folyamatosan találnak áldozatokat, holttesteket a romok alatt, hogy emelik ki. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy nincs vége, talán 30-35 ezer is lehet a vége. Szíriában vannak magyarok, hála Istennek, a máltai szeretett szolgálat ott van. Az ENSZ-nek vannak Szíriában csapatai, vagy hogy mondjam, Igen. segélymunkásai, akik részt tudnak venni a mentésben, és hát rengetegen jöttek Törökországba, 70 ország, majdnem 10 ezer mentője, kutató mentője, és hát Magyarországról most már a 8.-9. csapat érkezik, mai napon is, tegnap ugye a református egyháznak a különleges csapata indult el, ha jól emlékszem, a TEK is elindult, illetve például a Budapesti Polgárőr Szövetség is elindult, és gyűjtést kezdett szervezni. Szóval nagyon-nagyon komoly mentési akció indult el. Érdekes, hogy amíg az első 5 nap az az életmentésről szól, és most beszéltem Pavelce Lacival, a Baptista Szeretett Szolgálat egyik igazgatójával, és azt mondja a Laci, hogy ma van a kritikus nap, tehát hétfőhöz képest most ugye ez a felvétel pénteken van, vagy ez az adás pénteken igen, van. Igen. Holnap után már sokkal kisebb az esély, hogy túlélőket találnak. Úgy néz ki, hogy a természeti katasztrófa sajnos átkonvertálódik egy hihetetlenül nagy humanitárius katasztrófává. Milliók vannak az utcán, kevés a villany, illetve alig van áram, kevés a víz, kevés az étel, kevés a szállás, tehát hihetetlenül kemény időszak elé néz Dél-Törökország. Igen. Ezt is akartam kérdezni, hát rengeteg kérdés kavarog ilyenkor az emberben, és mi talán innen Budapestről el se tudjuk képzelni, hiába nézzük a tudósításokat, hogy most nektek ott milyen körülmények között kell élni, dolgozni, ellenni. Szóval a túlélők, akik azért, hála Istennek, vannak azért szép számban, ők most milyen körülmények között élnek ott? Hát ez megint ugye anyagi helyzettől függ. Akinek volt spórolt pénze, és mondjuk volt arra ideje, hogy kimeneküljön, vagy bankban tartotta a pénzét, azok vannak a szerencsésebb helyzetben, egyszerűen elköltöznek, elhagyták. Az elmúlt 2-3 nap arról szólt, hogy a Hatályból és Gaziantepből kifelé tartó autóutak és autópályák tele voltak. Ez mondjuk 1 vagy 2 millió ember, de a többség, ez a 10 millió ember, és ez majdnem másfélszer akkora, mint Magyarország. Azoknak viszont nem volt pénze, hiszen mindenük a házuk volt, az autójuk, nagyon sokan az autójukban töltötték az éjszakát, de olyan is rengeteget lát, hogy a ház előtt parkoló autóra is rá dőlt a törmelék, és hát a kondíciók azok siralmasak. Tehát ugye a vízvezeték nincs, ugye földrengésnél ugye a nagy vízvezetékeket elzárják, különben ha megreped, akkor elfolyik a víz, áramszolgáltatás nagyon gyenge, mobil szolgáltatás, internet szolgáltatás alig-alig működik. Azért jöttem én is hát Gaziantepbe, hogy tudjam tölteni és mutatni a filmeket. Ha belenéztek most az ATV, vagy az én Facebook oldalon, vagy Instagramon, most tettem fel, egy nagymamát sikerült most kimenteni. Hagyj mondjak gyorsan, mindig szeretek egy jó hírt mondani. Igen, sikerült a fiúknak egy nagymamát kimenteni, 3 napot volt a törmelék alatt, több tonnányi beton gerenda volt fölötte, tök sötétben, éjjel -5-ben, kibírta, jól van a nagymama, óriási. Ellátták az orvosok, és hála Istennek 70 éves, és minden oké vele.
de kőkeményen dolgoztak vele. Köszönet Pavelce Lacinak, aki a mentést vezette a nagyban a kiemelésére. De ugyanezt tudom mondani a Pest megyei kutatómentőknek, egy anyukát a kislányával sikerült kimenteni. Tegnap egy kisfiút, egy másfél éves kisfiút mentettek ki. Szóval nagyon keményen dolgozik, ugye mondom 7-8 magyar csapaton, most már 50 fölött van a megmentett életek száma, és ugye koncentráljuk rájuk, és utána hát pedig a humanitárius segítségre lesz itt szükség. Igen, például ugye a Hunor mentőcsapatról is sok hírt, tudósítást hallunk, hogy ők is milyen elképesztő odaadással és teherbírással mentik az embereket magyar részről, csak hogy őket is megemlítsem, de hát többen vannak, sokan vannak, most talán mindenkit nem tudunk felsorolni. Arról esetleg még egy picit mesélj nekünk, Andris, hogy hogyan kell elképzelni ezeket a mentési munkálatokat, tehát gyakorlatilag éjjel-nappal próbál menteni ezek a csapatok kisebb megszakításokkal, és próbálnak bejutni a járatokba, törmelékekbe, ha jól tudom, kutyák segítségével? Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy nemzetközi koordinátor csapat, és akkor mit tudom, én mondok egy példát, ugye én együtt mozogtam a Pest megyei kutatómentőkkel, meg a baptistákkal, és az ő főnökük például a holland egység vezetője, itt egy nemzetközi csapat van, svájciak, görögök, a magyarok, voltak együtt a hollandokkal, és akkor a hollandok egy városrész ilyen szektorokra osztottak, és kijelölték, hogy ki melyik szektorban melyik házat kutatja, és amikor valamelyik ház rendben volt, akkor hatalmas ilyen festékszóró szprével megjelölik, hogy a magyarok ezt a házat már átugották, hogy még véletlenül se legyen ismétlődés. És akkor kivonul a csapat, 3-4 részre van osztva a csapat. Kezdenek mindig a kutyások. Tehát elkezdenek egy romnál embert kutatni, van-e túlélő. Életet keresnek. Mindig kettő kutya megy. Ha az egyik kutya bejelez, hogy van élet, akkor őt onnan elviszik, utána küldik a másik kutyát, úgynevezett megerősítésre. Igen, és alig pihennek, gondolom. Igen, bocsánat. Igen, mondjál csak nyugodtan. Ha megvan ez a megerősítés, akkor utána jönnek a műszakiak, akik megpróbálnak lukat válni abba az irányba, és eljutni a túlélőhöz. Ha nagyon pici a rés, akkor elővesznek egy ilyen száloptikai kamerát, amit úgy kell elképzelni, hogy egy nagy tekercs fel van egy nagyon erős kábelen fűzve, és az több méter mélyre be tudják tolni, hogy a kamera lát-e túlélőt. És ha igen, akkor elkezdik kibontani a lyukat, és hát ez van, amikor másfél óra, van, amikor meg 10 órán keresztül bontanak azért, hogy egy túlélőt ki tudjanak hozni. És utána, amikor már megtalálták, akkor jönnek az egészségügyiek, az orvosok és az ápolók, akik a kiemelt szemét elkezdik hát vagy újraéleszteni, vagy meg egyszerűen ellátni, hiszen több napot volt a romok alatt. Pihenés nincs, tehát az elmúlt 4 nap náluk nem a pihenésről szólt, egy-egy órát alszanak, pontosan tudják, hogy az idővel játszanak, tehát itt nincs mese. Akit az első 3-4 napban megtaláltak, annak szerencséje van. Hála Istennek, aki az 5.-6. napon, annak már tényleg 1-2% az esély a túlélésre. Tehát pont most beszéltem a Szilágyi Bélával, szeretett szolgált vezetője, most van az, hogy átkonvertálják a munkát humanitárius segítségé, a kutatás mentés, most már tulajdonképpen szépen le fog állni, hiszen nagyon nem lehet 5 napig étlen szomjan -10 fokot túlélni a romok alatt. De azért még próbálkoznak, mert néha olyan csodálatos történetekről is hallani, hogy valaki, hát nem is tudom, hogyan lehet túlélni, de 5-6-8 nap múlva került elő még ilyen korábbi tragédiák során, és csak túlélte. Tehát, ez így van. Aha. Igen, erre szokták azt mondani, hogy isteni csoda. Tehát ez szó szerint ezekre szokták azt mondani. Tehát volt olyan példa, hogy Pakisztánban valaki 5 nap után került elő, tehát éppőzképes, az olyan, mint hogy szombat este kerülne elő. És volt olyan is, még arra is volt példa, ha jól emlékszem, az indonész földrengésnél, hogy valaki 10 nap után került elő, hihetetlen. De mondjuk például ilyen összefüggések kellettek, hogy egy olyan födém volt fölötte, amelyik összegyűjtötte a párát, és csöpögött a víz a fejére. Gondolj bele, tehát magyarul jutott vízhez. Tehát ugye a szomi halál ugye a leggyorsabb, ami végez az ember. Szörnyű kimondani, szörnyű, hogy ilyenről beszélünk. Igen. De szomi halál, ami végez az emberekkel. És Indonéziában neki szerencséje volt, mert éppen csöpögött mellette, vagy fölötte a víz. Hát de akinek ilyen nincs, és ugye Igen, a fagy halálra gondoltam, hát, hogy itt az is játszik sajnos. Hát ugye kimerülten, hát szörnyű lehet. Hát ez a világ egyik legrosszabb halála lehet, hogy túlélsz egy földrengést, és utána pedig éjjel halsz, vagy megfagysz, mert nem jutnak el hozzád a mentők, vagy nem tudják.
azt mondják, még százak lehetnek a romok alatt. Sajnos ez az a történet, amiről nem lehet szépen vagy kedvesen beszélni, hanem ilyen horror sztorik vannak. És ami erőt kell, hogy adjon, az, hogy belekapaszkodunk azokba a sikerélményekbe, a nagymamába, a kisfiúba, vagy abba a kislányba, akit két nappal ezelőtt mentettek ki a baptisták. De a Hunar is most már nem tudom, 10-nél tart, akiket kiment közben a gyereket. Szóval le a kalappal mindent jelölt, aki kőkeményen dolgozik. És hát tudósítunk folyamatosan. Tényleg a legegyszerűbb, ha nézitek a social médiát, én is megosztok mindent, az ATV Facebook oldalán is ott van minden. Érdemes a videókat megnézni, hogy hogyan dolgoznak ilyen katasztrófa helyzet, de a következő két napban még erről szól, hogy én is osztom meg, és utána megyek haza. Uh-huh. És Andris, az igaz, hogy azért vannak olyan területek, ahova egyáltalán nem tudnak eljutni a mentőegységek? Tehát olyan romok, olyan házak, ami már hát szörnyű kimondani, de hogy már nem fér bele a kapacitásba? Az a baj, Szandi, hogy igazad van, és nem is akarok erről beszélni, vagy nagyon nehezen tudok erről beszélni, mert nincs rá kapacitás. Tehát azok az emberek egyszerűen halálra vannak ítélve. Tehát akik egy kis, ennél egy jóval, ugye mindenki a nagyvárosokra koncentrál, ahol ugye nagyon látványosan, nagyon sok ház dölt össze, és nagyon sok embernek van segítség, de olyan kisebb települések, kisebb falvakban, én azt mondom, hogy alig-alig, de egy csomó helyen semmilyen segítség nem jut el, és annyira nehéz belegondolni, hogy nem is tudom kezelni a szituációt, nem is beszélünk róla, vagy nem is gondolok rá, mert nagyon nehéz feldolgozni, hogy ott segítség nélkül próbálnak túlélni az emberek. Igen, és hát ha megengedsz egy személyes kérdést, itt a fizikai megterhelés mellett ezt mentálisan, lelkileg, ezt hogyan lehet bírni? Hát persze, hogy megengedem a személyes kérdést. Nagyon nehéz erre válaszolni. Valahogy kívülállóként kell maradni, vagy a hitet kell, hogy megőrizd, vagy... Tudod, mi a legjobb kifejezés erre? Hogy látni a sikerélményeket, tehát hogy meglátni a jót, tehát hogy tudom, hogy milliók, tényleg milliók, vagy 10 milliók szenvednek, de kapaszkodjunk abba a kislányba, vagy abba a nagymamába, akit most kimentettek. Nézzük meg azt az emberfeletti munkát, amit a magyarok végeztek, és a nemzetközi csapat végez. Tehát, hogy ezek a pozitív történetekkel kelljen, hogy lelki erőt adjon, és nem a rosszra gondolni, még akkor is a szembe jön minden másodpercben egy horror sztori. Igen, igen, borzasztó lehet tényleg. Szerinted így az átlagemberben hát nyilván felindul a segítségnyújtás, tehát tudunk mi innen bárhogyan segíteni ott a helyieknek? Tehát, hogy mire lenne szükségük? Lehet segíteni, ezt most nagyon sokan kérdezték, és rettentő sok felajánlást kaptam én is, üzenetet kaptam, hogy hogyan lehet segíteni. A legegyszerűbb, hogy ott vannak azok a nagy magyar segélyszervezetek, akikről lehet tudni, hogy itt vannak. Mondok egy például a baptista szeretett szolgálat, vagy ott van a Pest megyei kutatómentők, vagy a református egyházak ott van, és lehet célzottan egy projektre adni. Tehát nem arról van szó, hogy beöntöd a pénzt a közösbe, hanem bizonyos projektre, vagy akcióra utalsz át támogatást, hogyha neked valamelyik segítség a Caritasnak, vagy például a máltai szeretett szolgálatnak is, azt lehet mondani, hogy szíriai vagy a törökországi projektjére szeretnék adni 2000 forintot, akkor ez célirányosan arra a területre kerül. Egyébként most a különböző segélyszervezetek, tudod, úgy hívjuk őket, hogy NGO, uh-huh. is elkezdték írni, hogy aki amelyiket szeretné támogatni, aki a szívéhez a legközelebb áll, vagy a munkája a legjobban szimpatikus, akkor nekik lehet támogatást küldeni célzottan, hogy a törökországi mentésre, stb. Nem érdemes ruhákat, meg ilyeneket hozni. Bár például a Budapesti Polgárőr Szövetség azt hiszem, hogy egy kamiont, vagy egy teherautót indít elő, például tartós élelmiszer és meleg ruhát gyűjtenek ebben a percben. Tehát ha valaki például ezzel tud segíteni, megkeresi a Facebookon a Budapesti Polgárőr Szövetséget, a polgárőrök is éppen ezen dolgoznak. Uh-huh, uh-huh. Tehát akkor inkább pénzt, mint tárgyakat, de lehetnek olyan tárgyak, akár mondjuk takaró, vagy nem tudom mi, ami azért jól jöhet a helyieknek. Így van. Nehezebb eljutatni, hát gondoljunk bele, többbe kerül ide szállítani üzemanyagban vagy repülővel, mint hogyha az ember itt megvenné. Tehát nem érdemes, a árérték arányban nem érdemes. Tehát az a segítség, hogyha valaki ad valamit, többbe kerül maga a repülőjegy, meg a repülőüzemanyag, vagy hát 2000 kilométerre vagyunk Magyarországtól, vagy még több.
eljuttatni ezeket az eszközöket, mennyivel egyszerűbb, ha valakinek van 1000 forintja, az pont 3-4 takaró meg lehet venni Törökországnak azon a részén. Tehát nagyon sok segélyszervezet azt csinálja, hogy kihoz 10-20-30 ezer dollárt, és a nem katasztrófa sújtott a területen, tehát innen 500 kilométerrel arrébb megvásárolják, és akkor csak ezt az 500 kilométert, vagy 300 kilométert kell idehozni ezeket az eszközöket, sokkal praktikusabb, sokkal gyorsabb, és nem kell a szállítással bajlódni. Ez nagyon-nagyon jól működő történet. Világos. Andris, még egy kérdés. Nyilván most elsődleges az emberi életek mentése, és hát sajnálatos módon az áldozatok felkutatása, de van-e szó már az újjáépítésről, a helyreállításról, és ennek a mikéntjéről? Igen, a nagyvárosokban elkezdődött a romeltakarítás. Tehát azok az épületek, ahol már biztosan tudják, hogy nincs benne túlélő, és csak áldozatok lehetnek, ott már hatalmas munkagépek már elkezdenek, nem azt mondom, hogy rendet rakni, de legalább a romeltakarítás elkezdődő, hát még nagyon friss az eset, tehát még 5 napos a történet, de ugye ez megint az, hogy a nagyvárosokban ez sokkal gyorsabban és praktikusabban fog menni, mint a kis településeken, már csak azért is, mert itt vannak a gépek, ugye az infrastruktúra sokkal jobban kiépített, sokkal több ember van, tehát amikor a romeltakarítás, egy nagyvárosban lévő emberek oda mennek, nagy tömegbe segítenek, sokkal könnyebben működik, és hát így az újjáépítés is megy. Már megbecsülték a károk értékét, vagy mértékét, de nem akarok most hatalmas milliárd dollárokról beszélni, de hát mondom, egy akkora területről van szó, mint fél Magyarország, több mint 23 millió embert érintett, szóval nagyon-nagyon kemény hónapoknak néznek elébe itt Dél-Törökországban. Igen, hát abszolút nincsenek könnyű helyzetben. András, nagyon-nagyon szépen köszönjük a tudósítást, és hát sok-sok erőt, kitartást kívánunk neked, és Isten áldjon és őrizzen ebben a helyzetben, és hát várunk haza. Nagyon köszönöm, Szandi, köszönöm szépen még egyszer. Szia, köszönjük szépen.